Április óta szinte hétről hétre tudósítottunk a magyar korfball válogatottról. A média figyelem egyik oka, hogy ennek az érdekes labdajátéknak Pesszent Lőrinc az egyik hazai fellegvára. A másik tényező, hogy itt nálunk a kerületben a Pesszent Imrei Sportkastélyban rendezték az U21-es Európa bajnokságot. A korfballt azt teszi bájossá, hogy fiúk és lányok együtt játszanak, viszont az erőviszonyok kiegyenlítettek. Ha a lányok kezében van a labda, akkor csak lányok állhatnak eléjük sáncgyanánt. A meccsek célja, hogy a csapatok minél többször találjanak bele ebbe a furcsa kosárba, amit korfnak neveznek. Bevallom, számomra újdonság volt a korfball. Először Szentendrén találkoztam ezzel a játékkal. Hogy miért éppen Szentendre? A Szentendrei Korfball Klub gyakorlatilag 5 éve veretlen a magyar bajnokságban, és idén feljött az 1986 KSE csapata is, és ez azt jelenti, hogy ősszel mi vezettük a tabellát, mi voltunk azok, akik az 5 éves sorozatokat megtörtük, és megvertük őket az őszi alapszakaszban. Most ugyan tavasszal begyűjtöttünk néhány vereséget, de ez még tovább is azt jelenti, hogy az első két helyen a SZAC és a Szentendre áll. És ennek a két klubnak a két edzője irányítja az U21-es válogatottat, és készíti fel az EB-re. A csapat akkor gőzerővel készült az U21-es EB-re. Az alapvető felállásokat próbáljuk átvenni. Nagyon fontos, hogy lévén a korfball nagy részben taktikai játék, és nem lehet mozogni ugye a labdával. Ez nagyon fontos, hogy a csapat együtt működjön, és olyan taktikai megoldások legyenek, amit mindenki ért a pályán, mindenki tudja, hogy hova kell mozognia, és ez nagyban megkönnyíti a játékunkat. Itthon ez a sportág gyerekcipőben jár, 400 igazolt versenyző játszik, az NB1-es tornán 8 csapat vesz részt. Viszonylag gyerekcipőben járunk a csapatok és a játékosok létszámát illetően. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 8 NB1-es klub, illetve csapat van. NB1B-ben 7 csapat van idén, és gyakorlatilag utánpótlás szinten olyan 300 játékos. Tehát, hogyha ezt mondjuk összeadjuk, akkor közelítünk a 400-hoz, mint összeállomány. Szerencsére ez mostanában egyre dinamikusabban bővülő létszám, és gyakorlatilag az utánpótlás nevelésre egyre többet fektet a szövetség, és gyakorlatilag ez az U21-es EB ennek az első lépcsője, mert akik itt most játszanak ezen az EB-n, ők voltak az elsők, akik egészen fiatalon elkezdték ezt a korfballt. Ezek a felvételek április 29-én készültek, az U21-es EB hivatalos sajtótájékoztatóján. A szövetség elnöke elmondta, az EB-től azt várják, hogy a hazai közönség jobban megismerje ezt a sportágat. Nagyon remélem, hogy minél több fiatal fog kilátogatni erre az eseményre, tehát igyekszünk olyan jegyárakat belülni, hogy ez a fiatalok számára is megfizethető legyen. Iskolák, nagyobb osztályok, csoportok részére igyekszünk olyan kedvezményeket nyújtani, hogy mindenki számára elérhető legyen ez az esemény. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy ezzel a versennyel a sportágat promotáljuk itt a 18. kerületben. Itt az olimpiai sportágak nagyon nagy figyelmet kapnak a médiában, sok előnyt élveznek velünk szemben. Remélem, hogy most mi is kapunk egy kis figyelmet azáltal, hogy minél több médium tiszteletét teszi ezen az eseményen, és így egy picit népszerűvé tudjuk tenni a sportágban. Mindig kerestik el azokat az alternatívákat, hogy a jelenlegi fiatalságot mi érdekli, melyik sportágok ez a korban, az tökéletesen jó példa arra, hogy egy alternatívát tudunk nyújtani a jelenlegi felnövekvő generációnak. El kell felejteni azt a gondolkodást, hogy Magyarországon labdarúgás van, és a klasszikus sportágak vannak, hanem meg kell nyitni a lehetőségeket mind az intézményekben, tehát a közoktatási intézményekben, mind a felsőoktatásban, hogy átmenjen a fejekben az, hogy a jelenlegi fiatalságot más alternatív sportágak érdeklik, és ezt át kell ültetni. Ez egy hosszabb folyamat, de el kell kezdeni, és foglalkozni kell vele. Május 5-én már izzott a levegő, szinte minden csapat Budapestre érkezett. A mieink a világbajnok hollandokkal játszottak barátságos edzőmérkőzést. Hát egy izgalmas meccs, mindenféleképpen szoros, és fontos az, hogy a játékosok élvezzék a játékot, valamint a nézők is. Tehát ne legyen annyira egyértelmű az egyik csapatnak a győzelme, hanem mind a két csapaton látszon, hogy ők élvezik a játékot és akarnak. Aztán elérkezett az EB nyitónapja.
A csapatok szépen rendben felsorakoztak, volt zenés táncos előadás, aztán jött az első meccs, legalábbis a miénk számára. A törökökkel játszottunk. A meccs nehezen indult, de aztán a csapat összeszedte magát. Az első félidőt előnnyel zárták. A második félidőben volt egy kis szétesés, de végül sikerült nyerniük. You're beautiful, that's for sure. Ezt is gratulálok a csapatnak. Megnyertük ezt a meccset, ami az első lépés ahhoz, hogy akár a konzolidőben is játszassuk. Úgyhogy ez egy nagyon jó első lépés volt. Mi volt a nehéz a meccsben? A meccsben az volt a nehéz, hogy nekünk kellett csinálni a mérkőzést. Nem egy olyan csapat ellen játszunk, aki viszi, akinek van tempója, aki jó korban játszik, hanem egy olyan csapat ellen játszottunk, ahol nekünk kellett csinálni a mérkőzést. A folytatás azonban nem sikerült ilyen fényesen. Kikaptunk a németektől és a katalánoktól, aztán a portugáloktól is. Végül a 7. helyezésért játszottunk a katalánokkal, de 20-19-re kikaptunk. Szoros meccs volt. A csapat a 8. helyen végzett. Eredmény szempontjából nem gondolom azt, hogy teljesen elégedettek lehetünk ezzel a 8. helyen, és ennek ugye a fő problémája az, hogy egymás utáni napokon valamikor nagyon-nagyon jól játszott a csapat, valamikor pedig nagyon gyengén játszott magához képest. Hát igazából több probléma miatt lehet. Ez az egyik a fizikális felkészültségünk, amennyire most jelenleg fizikálisan felkészültek vagyunk. A másik probléma pedig a gyakorlatilag a technikai tudásunk is még nagyon hullámzó, és a taktikai fegyelmünk is még hullámzó. Ezért hosszú idő kell, hogy a megfelelő rutinunk, tapasztalatunk, a taktikánk, a technikánk azok összeálljanak. Amit most látnak, az a döntő mérkőzés. Narancssárgában a hollandok, piros mezben a belgák. A hollandok szenzációsan játszottak, taktikailag és erőnlétben a legjobbat produkálták. A belgákat 22-13-ra elkalapálták, ezzel megvédve U21-es világbajnoki címüket.